Sziasztok! Anita vagyok a Siker.guru-ról, üdvözöllek az én önfejlesztő platformomon, ahol mi megtanuljuk azt, hogy az önfejlesztés eszközeivel hogyan alakítsunk ki magunknak olyan életet, amilyet mi valójában szeretnénk. Mert én tudom, hogy számodra bármi lehetséges. Ez a storytellingnek a második része, aki az elsőről lemaradt, annak belinkelem az elsőt le, de most megyünk tovább, mert most azt tanuljuk, hogy hogyan tudunk olyan történetet összeállítani, ami valóban hatásos, megszólítja az emberek szívét, és megmarad az emlékezetükben is, mivel te ezt akarod. Hogyha márkaépítésről van szó, akkor itt jönnek azok a nagy mérföldkövek, ahogyan építetted a márkádat, a termékeidet, próbálkoztál, ahogyan építetted a vállalkozásodat, és itt rettentő fontos, hogy itt építünk hitelességet. Hogyha egy hiteles terméket akarsz eladni, akkor ez a rész ez nagyon-nagyon fontos, mert itt kap rálátást maga a hallgató arra, hogy te tényleg miken mentél keresztül, miket tanultál, hogyan sikerült kifejlesztened a terméket, vagy hogyan sikerült rátalálnod a termékre, és ez nagyon fontos, mint említettem, annak az érdekében, hogy te hitelességet tudjál kiépíteni. Aztán persze nagyon sok inspirációs elemet is bele lehet rakni egy-egy ilyen történetben, mint például, hogy amikor elkezdtél elindulni az utadon, akkor jött az első probléma, hogyan reagáltál rá, hogyan oldottad meg, és aztán akkor jött egy második nagy pofon, és akkor kicsit megingottál, és úgy gondoltad, hogy most akkor lehet, hogy fel kéne adni, és ott nagyon sokan feladták volna, de te mégis tovább mentél, és itt inspirálod az embereket, hogy nézd, ő is felállt, és továbbment, és csinálta is, attól függetlenül, hogy milyen pofonokat kapott. És hogyha tudod a hallgatóidat inspirálni, akkor már egy nyert ügyed van, mert aki minket inspirál, arra mi alapba felnézünk. Tehát a konfliktusok ellenére te mégis továbbmész, és itt érzik azt a követőid, hogy miket szenvedsz, miken mész keresztül folyamatosan. Itt is érzelmek, azok, amiket mindig bele kell vinni, érzelmes szavakat, mellékneveket, de ezekről a kis tippekről a könyv másik részében írok, ebben most nem fogunk belemenni, de ez mindenképpen nagyon fontosnak gondoltam elmondani, hogy az érzelmek azok, amik úgy igazából vezetik magát a hallgatódat. Itt mindenképpen megjegyezném, hogy maximum 2-4 problémát, elakadást, fennakadást raknék bele én egy történetbe, mert hogyha már többet beleraksz, akkor már vontatottá válik, unalmassá válik, és abba fogják hagyni a hallgatást, az olvasást, mert egyszerűen már egy kín lesz. Biztos, hogy te is ültél végig olyan filmeket, ahol már két és fél órás film, és már az első óra után, jaj, már megint egy probléma, jaj, már megint mikor lesz már vége? De csak azért is ott maradsz, mert végig akarod nézni, mert meg kifizetted a mozi jegyet. Ezt nem tehetjük meg a történet mesélésnél, úgyhogy maximum 2-4 probléma, de szóval én vélemény szerint 2 probléma bőven elég, de akkor azok legyenek ütős problémák is. Elérkeztünk az utolsó részhez, ami pedig kitaláltad a történetnek a vége. Hogy itt szépen kialakítottuk a kis történet szerkezetünket, a kis történet vonalunkat, elcsábíthatlak egy megoldásra? Mivel a leges legvége maga a megoldás. Főhősöd átalakul. Itt kerül pont a mondat végére. A főhősöd megkapja azt a jutalmat, amiért ő megdolgozott. Itt mutatod be a lenyűgöző eredményeket, és nagyon fontos, hogy ezeket az eredményeket alaposan mutasd be. Mit lett általa, miben változtál, miben lett jobb az életstílusod. Ugye itt valamit nyer a főhős. És pont ezért a leges-leges legfontosabb rész, amit én szerintem nem szabad kihagyni egy történetből sem, az maga az átalakulás. Steve Jobst említeném, ugye, akik a kis garázsban bütykölték a kis Apple komputereket, és akkor átalakult egy óriási vezetővé, akit most már mindenki idéz, és így Steve Jobs, meg úgy Steve Jobs, és ő is abszolút átalakult, és átalakította magát a termékét, az emberek életét átalakította még ráadásul. Ugye légy különbözőt, mert te más vagy, mert te különleges vagy.
Ugye ezért vásárolnak sokan ilyen Apple termékeket, mert úgy gondolják, hogy ha megveszik, akkor ők különlegesek. Mi ez a dolog, amit te tudsz adni a te vásárlóidnak, a te vevőidnek, a te vállalkozásodon belül? Mi az, amit ők akarják, hogy ők is úgy átalakuljanak? Mert ez a lényeg, ezzel fogsz tudni eladni, kedves vállalkozó. Persze nagyon fontos, és ezt leírtam a könyvbe is, több ponton, hogy ezeket az információkat ne használd rosszra, ne élj vissza az emberekkel, ne etikátlan dolgokra használd, mert én nem azért adom neked ezt a tudást, hogy aztán kihasználd, mert ezek rettentő, erőteljes és nagyon-nagyon hatalmas eszközök, hogyha tényleg meghallgatod az egész 5 órás hanganyagot például, vagy elolvasod a könyvet, akkor neked is nyilvánvalóvá fog ez válni. De nagyon fontos megadni az embereknek azt, amit valójában ők akarnak, ők egy új életet akarnak, ugye mi folyamatosan változunk, mindig mindenki elszalkozza. Új élet, változz meg, legyél új, jobb legyél, és valójában mi, mint emberek, ezt akarjuk. Például nézzük meg például az oroszlán királyt, ott is. A kis esetlen kis bugyut a kis Szimbából, aztán ugye egy nagy, erőteljes vezető lett a legesleg végére, átváltozott teljesen. Tehát miben tudnak a te vevőid, a te nézőid átváltozni? Abba kell átváltoznia a te főhősödnek is. Tehát nagyon fontos, hogy utaljál vissza a termékedre, persze megváltozott a hitrendszere, megváltozott az élete, de ezt a te termékednek köszönheti. Tehát itt kössed össze mindenképp a termékeddel. Fontos azt is figyelembe venni, hogy miben változott meg a főhősöd. Tehát, hogyha mondjuk azokat szorod be, hogy tök sok pénze lehet, vagy megvette az új kocsit, vagy elvette ezt a bomba nőt, az mind szép és jó, csak úgy igazából érzelmileg nem mozgat meg minket. Mert amikor valaki például azt mondja nekem, hogy hú, én anyagilag független akarok lenni, az csak egy ilyen külső máz. Az nem az igazság, hanem az, amit a pénz ad neked. Miért akarsz anyagilag független lenni? Ugye van ez a 5 miért kérdés. Miért? És a legesleg végén mindig eljutunk egy érzelmekkel teli okhoz, hogy azért, hogy én irányíthassam a saját életemet, hogy megadhassam a családomnak azt, amit én igazából meg szeretnék adni. Tehát ez általában soha nem a pénz, vagy az elismerés, a válveregetés, hogy hú, de jól csináltad, hanem ez általában a család, az emberek és a szeretet. Tehát igyekezzél ezekkel az érzelmi kötésekkel telerakni a történetednek a végét, hogy ez az, amit nyert vele. Mindig, hogyha ismét a hollywoodi filmeket hozom fel példának, de amúgy a könyvben van több tucat vállalkozói példa is, mindig a leges legvégén valamit érzelmileg nyer az a bizonyos ember. Ez lenne maga a sztori szerkezet, ebből a 3 részből áll, és itt tudsz te is magadnak összerakni egy nagyon ütős sztorit, amivel tudsz befolyásolni, tudsz eladni. Úgyhogy még egyszer megkérnélek, hogy ezt az információt rosszra ne használd. Na most a könyvben van még egy csomó nagyon-nagyon jó anyag, amit most nem fog tudni elmondani, úgyhogy nagyon röviden csak végigfutnék rajta, hogyha megengednéd, méghozzá az első az a metafora. Nagyon fontos, hogy használjunk metaforákat, mert úgy igazából az agyunk a metaforákban sokkal jobban tud együtt gondolkodni. A következő az pedig a részletek. Nagyon fontos, hogy vigyél be olyan részleteket a történetedbe, amihez tudnak az emberek kapcsolódni. Például ahelyett, hogy megérkeztem a hotelba, mondd azt, hogy megérkeztem az Ibis hotelba. Célcsoporttól függően alapban, hogyha mondjuk diákoknak adsz el, az Ibis Hotel jó, hogyha tényleg gazdag olajmágnásoknak adsz el, akkor a Four Seasons vagy valami más high class hotelt említsél meg. Nagyon fontos számokat használni, ahelyett, hogy elmentem ebédelni a Hard Rock Caféba, és erre most szeretnék mondani egy nagyon rövid történetet. Scott Harrison 28 évesen döbbent rá, hogy egy önző szemétláda, miközben Uruguayban nyaralt. Azt hitte, mindene megvan. Modell barátnő, Rolex, BMW, mégsem volt elégedett. Kereste a saját életének az értelmét. Hogyan tudjuk jobbá tenni a világunkat? Miben segíthetek én? Nem tetszett neki, hogy egy egyszerű fogkrémnek jobb marketing kampányokat csinálnak, mint életmentő dolgoknak. Ezért mire 30 éves lett, Harrison megalapította a Víz nevezetű jótékonysági szervezetet,
amely tiszta ivóvízzel látja el a fejlődő országok rászorult lakosságát. A mai napig a szervezet 4231 projektben vett részt, 2.120.123 ember számára biztosított ivóvizet 19 országban. Mi az új cél? 100 millió ember a következő 10 évben. Merjünk számokat használni, merjünk részleteket használni, merjünk időt használni. 1997 nyarán úgy döntöttem, hogy belevágok a vállalkozásomba. És a részletek nagyon-nagyon fontosak. A következőnek meg szeretném említeni a történet állomásokat, amiket úgy loptam egyik tréningemből, ami pedig a következő. Egyszer volt, hol nem volt, minden nap, míg egy nap, emiatt, azóta. Ennyi. De nézzük meg, hogy ez hogyan működik a valóságban. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hal, Nemo. Édesapja, Marlin, minden nap próbálta Nemót megóvni az óceán veszedelmeitől, amitől Marlin halálosan rettegett. Míg egy nap Nemót magával ragadta egy nagy búvárhajó. Emiatt pedig Marlinnak merészen ki kellett lépnie a rettegett óceánban. Míg nem végre Marlin megtanulta, hogyan cselekedjen a félelem ellenére, és bízzon abban, hogy fia, Nemo mindenre képes. Azóta Marlin megadja Nemónak a szabadságot, amire szüksége van. Nagyon édes, nagyon csattanó kis sztori, leírja neked ezeket a történet állomásokat, és hogy mondjuk egy kétoldalas márkaépítő sztorit hogyan tudsz 5 mondatban előadni a te követőidnek úgy, hogy mondjuk azt kirakod a weboldaladra, a social media oldalaidra, hogy az emberek könnyen át tudjanak rajta futni. Tehát ez egyszer volt, hol nem volt, egy nagyon klasszikus kis eszköz. És persze akkor írok még, van még szó a dialógusokról, a belső dialógus nagyon fontos, mert hogyha a főhősöd egy belső monológot alkalmaz a sztori közben, akkor ugyanúgy az elkezd kihatni az olvasóra is, ő is elkezd vele együtt gondolkodni, és persze a párbeszéd dialógusoknak is rettentő sok jelentősége van, és nagyon sokféleképpen lehet őket alkalmazni. Most a hormonokra nem fog belemenni, hogy az hogyan hat alapba arra, hogy fog-e cselekedni az a kedves hallgató, vagy olvasó, avagy sem. A motiváció, presztízs, a tekintély, ugye nagyon-nagyon sokan azt akarják, hogyha a sztorid, a terméket, presztízst és tekintélyt ad a te vásárlóidnak, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy meg fogják venni, nem hiába vannak ott a különböző ilyen márkajelzések, nem hiába rakják a napkollektort a háznak arra a felére, amit kívül mindenki lát, aki elhalad a házon, meg a szomszéd látja, nem hiába, mert ezek mind presztízs, mind tekintélyt adnak, ugyanúgy mondjuk, ugye, amit már mondtam, egy Apple laptop, hát ez milyen drága, hát ez ugye nekem arra van pénzem, úgyhogy minden ilyen dolog, státusz, szimbólum, amúgy így hívjuk, amit bele lehet vinni még a történetedbe. A gyakori bakikban most nem fog belemenni, mert arra most már nincs idő, sajnos ki fogunk futni. Remélem, nagyon-nagyon hasznos volt ez a kis tréning neked, hogyha csak ezt a pár tippet megfogadod tőlem, és úgy írod át, vagy úgy írod meg a te cégtörténetedet, vagy az alapító sztoridat, vagy a motiváló, vagy akármelyik sztoridat, amit meg akarsz írni, sokkal nagyobb sikered lesz. De még mielőtt lezárnám ezt a tréninget, mindenképpen meg szeretném neked azt említeni, hogy ezt nem csak nem elég megírni, hanem utána még 2 darab nagyon-nagyon fontos dolgod lesz ezzel. Hogyha először megírod, azt garantálni fogom neked, hogy utáni fogod úgy, ahogy van, és azt majd nagyon sokszor át is fogod írni. Ugye Brian Tracy szokta mindig mondani, hogy megír egy könyvet, és utána a felét kihúzza, ami hülyeség, ami nem tartozik oda. Mindig kérdezd meg ezt magadtól, amikor újraolvasod a már megírt sztoridat. Hogyha ezt a szót kihagynám, lenne értelme a sztorinak? Hogyha ezt a mondatot kihagynám, lenne értelme a sztorinak? Hogyha ezt az információt kihagynám, lenne értelme a sztorimnak? Ha a válasz igen, kihúzni.
kegyetlenül kihúzni. Minél rövidebb, annál ütősebb. Úgyhogy pont ezért az első számú tanács az lenne, hogyha már megérted ezt a sztorit, akkor minél több emberhez próbáld eljutatni, és hozzad be a feedbacket mindenképpen, mert te abból fogsz tanulni. Mit ért meg a sztori alatt, milyen érzést vált ki belőle, megvennie a terméket, és minél több, akár még a követőidnek is kiküldheted, akik most vannak, hogy milyen visszajelzéseket kapsz, vagy akár még frontan meg is kérdezheted tőlük, hogy most írtad meg az új márka sztoridat, mi a véleményük róla, mivel a te célcsoportod, a te követőtáborod az, aki a legjobban tud neked ebbe segíteni. Úgyhogy ez lenne az első pont, amit mindenképpen szeretnék neked elmondani, hogy ez fontos megcsinálni, mert a sztoridon folyamatosan dolgoznod kell. Ez egy véget nem érő dolog. Éveken keresztül szépítgeted, átalakítgatod, újraírod, elveszel dolgokat, vissza az dolgokat, és ez így természetes, ez így jó, ezt így csináld. A második pont, amit meg szeretnék mindenképpen említeni, az pedig az, hogy ezt utána kommunikálnod is kell. Na most a könyv legvégén felsoroltam neked pár dolgot, aminek a segítségével ezt tudod kommunikálni. De a kommunikáció az maga, a marketing az maga, a sales, ne féljél rá, akár még fizetett reklámokat is megszerkeszteni e körül, de mindenképp legyen kint mindenhol. A weboldaladon legyen látható, a nyomtatványaidon, az összes közösségi média oldalaidon, hogyha másokkal beszélgetsz, akkor is igyekezzél a sztorit előadni, nézed meg, hogy mi a reakciójuk, tehát a sztorit megírni, tökéletesíteni, dolgozni rajta nem elég, hanem utána azt nagyon agresszívan kommunikálni is kell állandóan. Hogyha megnézed a legnagyobb márkákat, ők is állandóan, a Dove, a Nike, ugye, és amúgy ez mind bent van a könyvben, ezek a sztorik, amikről most beszélek, ők mind rettentő agresszívan, több millió dolláros, talán akár több milliárd dolláros reklámkampányokkal neked kommunikálják ezt a sztorit. Hogy amikor rágondolsz arra, hogy mit tudom én, kóla, akkor a piros szín, meg a Mikulás, meg a mit tudom én, neked mik ugranak be, és milyen érzések ugranak be, ugye amikor a Britney Spears ott iszza a Pepsi kólát, ez mind keményen megszervezett, a végletekig tökéletesített történetmesélés, azaz storytelling. Úgyhogy mindenképpen arra biztatnálak, hogy főleg most így a járvány ideje alatt otthon vagy, ráérsz, ha nem érsz rá, akkor csináljál neki időt, mert a storytelling az nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlen. Még akkor is, hogyha úgy gondolod, hogy neked már van egy sztorid, mindenképpen azt tökéletesíteni, teletűzdelni érzelmekkel és különböző stratégiákkal, amiket ugye a könyvben a rendelkezésedre állítok, tessék átdolgozni, majd pedig feedbacket behozni, és ezt kommunikálni. Ezzel szeretném zárni ezt a tréninget. Remélem, hogy te is minimum annyira izgatott vagy ezzel kapcsolatban, hogy ez tényleg milyen hatással lesz majd a te vállalkozásodra, mint én. És ugye említettem, hogy most könyvet sajnos nem tudok kiküldeni, azt majd előreláthatólag június elejétől fogom majd megkezdeni, de a hangos könyvet már most azonnal elkezdheted hallgatni, és összeállítani a saját történetedet. Arra szeretnélek kérni, hogy osszad meg ezt a videót olyan ismerőseiddel, akikről úgy gondolod, hogy hasznát vehetnék ennek a tudásanyagnak. Hogyha tetszett az anyag, akkor mindenképpen lájkoljál, hogyha kell egy könyv, akkor mindenképpen klikkeljél lent a linkre. A könyvet, még egyszer elmondom, meg lehet rendelni, de csak nyáron fogom tudni elkezdeni küldeni, mivel tekintettel vagyok a koronavírusra és a járványra, habár szabad postázni, én úgy döntöttem, hogy mégsem teszem azt, de ne aggódjál, 5 órás hanganyagban megvan ez, mivel ezt a könyvet én személyesen felmondtam neked egy 5 órás hanganyagra, amit meg tudsz rendelni most azonnal, és már ma elkezdheted okosítani magadat, mivel mindenkit megkérnék, hogy az önfejlesztést azt nehogy ne csak abba hagyjátok, hanem nagyon feküdjetek rá most ebben az időben, mivel amit most tanulsz, az majd csak jövőre fog beérni, és attól fog függni a te sikered, hogy ide mit raksz bele.
hogyha, tehát nem győzöm ismételgetni, hogyha állandóan a híreket nézed, meg a Netflixet nézed, meg a szennylapokat olvasod, akkor a hülyeséget rakjuk bele az agyunkba, és amikor majd ott lesz a válság, mert még nincs válság nagyon sok helyen, hanem még csak elkezdték érezni a válságot, de amikor majd mindenkinél elfogy a pénz, és nem lesz vásárlóelő, úgy fogunk igazából mi vállalkozók lefele menni, akkor lesz majd az fontos, hogy itt mi van benn. Akkor lesz majd az fontos, hogy te innen mit tudsz kivenni. Mert amit nem raktál bele, azt nem fogod tudni kivenni. Úgyhogy ezt rakjad bele azonnal, hogy ezt majd föl tud használni, mert 5 év kemény munkáját raktam bele ebbe a kis könyvbe. Úgyhogy nem is ragoznám tovább. Jó fejlődést kívánok neked a hétre. Találkozunk jövő héten egy újabb önfejlesztő videó keretein belül. Addig is szép hetet, szép hétvégét kívánok. See ya!